Szépen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Kicsit túl sok szó volt rólunk. Nem vagyunk hozzászokva, de nagyon kedvesek voltak, és szívből jött ez, és ezt éreztük. Nekünk igazán nagy kiváltság az, hogy Isten összevezetett bennünket, és gyakorlatilag 10 évet együtt sátorozhattunk az életcentrumban. És nagyon jó emlékeink vannak, és hálásak vagyunk, hogy befogadtatok bennünket, amikor üldözésért minket, és elég nehéz élethelyzetben volt a gyülekezetünk, és meg tudott áldani bennünket az Úr együtt, az együtt lakozás ideje alatt, és tényleg békességben, szeretetben, egymás kölcsönösen tisztelve, egymás terheit is hordozza Isten előtt tudtunk szolgálni és élni. Így? Nekem rosszabb, de nektek jobb. Csináljuk így. Szóval nagyszerű volt ez, és hálás vagyok Istennek, azt gondolom, hogy példává is lettetek, és példává is lett ez az egész helyzet Isten népe között, nem csak Debrecenben, hanem az országban is, és az Úrtól van, és ez nagyszerű. És azért is hálás vagyok, hogy a ti örökségetek, az nem ez az épület. A ti örökségetek a názáreti Jézus Krisztus. Ez egy csodálatos ajándék, és nagyszerű az is, hogy Isten gondoskodik, ahogy pásztorotok is mondta, amikor első Isten tiszteleten itt volt, arról belenéztem az Isten tiszteletbe. És ahogy mondta, emlékeztetiteket a salamoni templom építésekor, hogy az Isten cselekedet, az Isten munkája, és a legfontosabb az, ami ebben az épületben történik, és azok, akik ebben az épületben összejönnek, akiket az Isten összegyűjt. Nem az a nagy dolog, hogy az Úr Jézus a kánai mennyegzőn vizet borrá változtatta, hanem az a nagy dolog, hogy az ő szent vére, a borra szövetség vére kifolyt, és képes bűnöket eltörölni. Nem csak befedezni, mint az Ószövetségben, hanem bűnöket eltörölni, teljesen tisztává tenni. Ez csak az Új Szövetségben adatik az embernek. Legyen állat az Úr neve. Az Ószövetségben is így emlékeznek meg Isten kegyelméről. Ha a bűnöket számoltatod, Uram, ki menekülhet meg akkor közülünk. És milyen jó, hogy az Új Szövetségben már az ígéret teljes, hogy az Úr maga mögé veti vétkeinket, meg nem emlékezik róla. És ha olyan színű lett volna vétkünk, mint a skallát, olyan vörös, akkor is hótisztává lett az életünk. A régi elmúlt, és egy új jött létre. Kívánom, hogy minél több ember tapasztalja meg közöttedek Jézus Krisztusnak ezt a csodálatos szabadítását, az életnek diadalát, mert ő az út, az igazság és az élet. Aki valóban célt akar és értelmet az életben, az a názáreti Jézus Krisztusnak adja oda az életét, akitől megtapasztalja a szabadítást. Többen talán nem tudjátok, hogy én 1990-es években tértem meg. Előtte én azt sem tudtam, ki az a Jézus Krisztus. DJ-ként dolgoztam az éjszakában, elég sok pénzt kerestem. Nagy arcom volt az ajtón, itt be sem tudtam volna jönni, akkor arcom volt. És azt gondoltam, ennyi a világ. De amikor egyedül voltam, és igazán belegondoltam az életbe, tinédzserkorom vége felé, akkor azt mondtam, hogy mi értelme az életnek. Ha élünk, küzdünk, egy csomó fájdalom is van benne, amit elleplezünk és elrejtünk magunkba, aztán pedig, bocsánat, elpatkolunk, és lesz egy síremlék. Ha gazdag a családunk, akkor szép márvány csinál, ha nem annyira, akkor lesz egy kopjafa. De mit foglalkozunk már akkor mi ezzel? És nagyon kiábrándított az, hogy csak ennyi az élet. És akkor kezdtem keresni valamit. Még úgy gondoltam, valamit keresek, megoldást, választ. Nem tudtam, hogy valakit keresek, és még azt sem tudtam, hogy ez a valaki engem keres. És így kerültem el a helyi baptista gyülekezetbe, Kovács Géza bácsi, lelkipásztor tartott bibliórákat, kezdtem olvasni a Szentírást, a Bibliát. És egy napon azt éltem át, hogy szembesültem azzal, hogy én járok csütörtökön ifjúsági órára, pénteken bibliórára, szombaton meg diszkót tartok. Vasárnap nem megyek egy ölibe, mert pihennem kell. És tudjátok, az a döbbenetes, hogy ez nem volt számomra probléma. Simán eljártam mindenhova, úgy, hogy nem éreztem, hogy ez gond. És ami még csodálatosabb, hogy a lelkipásztor, bár tudta, hogy hogy élek, hogy parázna, tisztáltan életet élek, sosem mondta, hogy Sanyi, mocskos bűnös vagy! Hogy mersz ide jönni? Bocsánat, ne, néha így megfogalmazunk ezeket, és kategóriába teszünk embereket, és hajlamosak vagyunk, amikor megszentelődött az életünk Isten kegyelméből, akkor esetleg úgy gondolkodunk a bűnösökről, hogy ezek a gonosz bűnösök, be ezek most is dolgoznak. Be ezek most is nyitva adják a boltjukat. Persze nem örülök neki, de nem gondolom, hogy ez a szemléletmód a helyes, mert Isten nem így tekintett ránk, és ma sem így tekint ránk, mert ha így tekintene, nem élnél. Mert látja a gondolataidat, és az enyémeket is. És ki az közületek és közülünk, akinek nincs szükség Isten kegyelmére, minden lélegzetvételnél. Nos, és ez a lelkipásztor, a testvér, aztán rájöttem, mert mikor bemerítkeztünk, oda szenteltük az életünket az Úrnak, elmondta a felesége is, hogy imádkoztak értünk rendszeresen.
nem értettek az egyet, hogy élünk, és fájt a szívük, mikor látták a mi romlott életünket, és látták, hogy pusztítjuk az életünket. És könyörögtek értünk az Úrhoz, hogy felismerése jussunk, rádöbbenjünk. És azt kell elmondanom, hogy volt 1992-ben, májusban egy keddi este, amikor én találkoztam az Úrral. Előtte rádöbbentem arra, hogy én egy elveszett ember vagyok. Én egy kettős életet élek. Tehát én járok a gyülekezetbe, olvasok Bibliát, közben a világban élek, és élem a tisztáltan mocsos életet. És elveszett vagyok. Ha visszajönne az Úr Jézus ma, az elragadtatás megtörténne, meg kellene állnom az Isten szín előtt, én elveszett lennék. A pokolra jutnék, bár sok mindent tudok a Bibliából. És már beszéltem is embereknek a Bibliáról. És akkor, amikor ebben a nyomorult állapotomban összetörve az utcán voltam, Debrecenben, a Libakertben, mentem éppen oda, ahol laktam, akkor megjelent előttem a véres kereszt. És megjelent a názáreti Jézus Krisztus az ő megszagatott testével, a kifolyt drága szent vérével. Hallottam egy hangot, és azt mondta az Isten, hogy ezért történt. Mert tudtam, hogy egy napon szükséged lesz a megváltásra, a szabadításra. És akkor nem tudtam sokat mondani, mert nem tudtam olyan szépen imádkozni, mint ahogy szoktok mondani, hogy hát én nem tudok olyan szépen imádkozni, mint te. Nem az a kérdés, mennyire szépen tudsz imádkozni, hanem mi az, ami őszintén van a szívedben, és ezt megosztod az Istennel. És akkor elmondtam, Istenem, bocsáss meg a bűneimet. Itt az életem, vedd a kezedbe. És tudjátok, azt, amit én nem tudtam elvégezni, hogy a lelkipásztor nem tudta elvégezni az én életemben, azt Isten elvégezte. Az ő szellem által engem újjászült, az ő igét megjelenítette bennem, és elmentem következő szombaton a diszkóba, és megutáltam az egészet. És azt mondtam, mit keresek én itt? Megundorodtam attól az életmódtól. Nem is tudtam, mi történik velem. Annyira sokkoló volt számomra ez a radikális változás, amit az Isten bennem tett, hogy oda mentem a tulajdonoshoz a buli végén, azt mondtam neki, hogy nem jövök többé. Erre a tulajdonos, mi van, több lóvé kell? Tehát ugye így gondolkodik az ember, a világ ember, hogy a pénz mozgatja a világot, és meg lehet mindent venni. Mindent és mindenkit meg lehet venni. Az első bizonyságtételem így hangzott, nem, elkölcsi okai vannak. Na most, ugye meg nagyjából azt érzékeltem, hogy belül a lelkismeretem megújult, és láttam azokat a fiatalokat, akiket tönkretett ez a fajta éjszakai élet. Láttam a tönkrement lányokat, akik már tizenévesen elkezdtek járni a diszkóba, és láttam, hány pasi ment végig rajtuk, akár egy este is. Láttam a férfiakat férfiakkal fajtalankodni. És mind addig rejtve volt előttem, addig én ebben éltem, és csak azt élveztem, hogy siker van, hogy sokan vannak, jön a pénz. És amikor ezzel szembesültem, akkor látom, hogy én ehhez eszköz vagyok. És hogy nem az Isten eszköze, azt ugye fel tudtam mérni. Ha nem az Isten eszköze vagyok, akkor kinek az eszköze? Nincs más lehetőség, csak az ördög. Tehát vagy az Istennek szentelem az életemet oda, hogy az ördög játékszere leszek, vagy szövetségben az ördög szolgálja. Az emberek azt gondolják, hogy ha nem kötnek szövetséget az ördöggel, akkor az ördög úgy nem foglalkozik velük. Hát akkor te semleges vagy. A semleges zónába játszok, Isten sem foglalkozom velem, meg az ördög sem. Ilyen nincs. Nincs semleges zóna a szellemi világban. Egy igét hoztam nektek, meg egy történetet a Bibliából. A 1 Korintus 12.1 verset szeretném felolvasni, aztán majd még néhány ige verset. Az 1. Korintusi levél 12. rész első verse. Az újfolytású Bibliában így hangzik. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Káli Gáspár így fordítja. A szellemiekre nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Csia Lajos bácsi pedig így. Nem akarom, testvéreim, hogy hiányozzék az értelmetek afelől, hogy kik a szellemiek. Szóval a korintusi gyülekezet egy rendkívül jó gyülekezet volt egyébként. Tehát tudom, hogy én magam is többször beszéltem arról, hogy mennyi bűn volt benne, mennyi testiség volt benne, mennyi kiskorúság volt abban a gyülekezetben, de nem csak kiskorú emberek voltak, és nem csak testi keresztények voltak, mert ne feledjük el, míg a Pál meginti őket, akkor megtérnek. És vannak olyan szellemi emberek, akik helyre igazítják azokat, akik nem az Úr szerint járnak. És Pál azt mondja itt ennek a gyülekezetnek, hogy fontosnak tartom, hogy a szellemi dolgokban, a szellemi világgal kapcsolatban, a szellemi ajándékokra nézve ne legyetek tudatlanok. Hogy nem azt jelenti, hogy tudok nyelveken szólni, mert néha profétálok, és ú, de jó, hogy jó érzés Isten népe között lenni, mert ezek mind nagyszerű dolgok és áldottak, hanem azt mondja Pál apostol, szeretném, ha tudatosak lennétek.
és látással rendelkeznétek, szellemi megértéssel rendelkeznétek, hogy minek mi a következménye. És szeretném a szellemiekben látással rendelkeznétek, és megértéssel rendelkeznétek arra nézve, hogy nem csak az Isten figyeli az életeteket, hanem van egy másik szellemi világ és valóság. És mind a két szellemi világnak van áradása. Van a szellemnek áradása. Van az emberi szellemnek is egy áradása. Van az Isten szellemének is egy áradása. Van a jó angyalok jelenlétének is egy áradása. Van a gonosz angyalok jelenlétének is egy áradása. A szellemi emberek érzékelik a szellemi valóságot. Érzékelik azt, hogy milyen szellemi erők vannak jelen egy helyen. Ahogy bizonyos szellemi ajándékot kapnak, meg látják azt, hogy kiben milyen szellem lakozik. Milyen szellem van hatással rá. Mennyire fontos az, hogy ilyen szellemi módon érzékeljük az életet, és tudatosítsuljon bennünk, ez nem csak vasárnapra vonatkozik, hanem az élet minden pillanatára vonatkozik. És anélkül tegyük ezt, hogy görcsölnénk, erőködnénk, hanem szellemi szabadságban járva, de tiszta világos gondolatokkal éljük az életünket, hogy szavainknak, tetteinknek nézői vannak. És ahogy te látsz egy embert, ahogy beszél, ahogy cselekszik, és megvan róla a véleményed, alkotsz egy véleményt, ugyanígy vizsgálnak a gonosz szellemek is téged, és amikor hallanak téged beszélni, élni, viselkedni, megvan rólad a véleményük, és megvan arról a látásuk, hogy hogyan hiszel te Istenben. Hogyan hiszel te Jézus Krisztusban? Milyen keresztény ember vagy? Nem látnak a gondolataidba, nem látnak az érzelmeidbe, de hallják a beszédedet. Látják a tetteidet. Figyeld meg, ha Szent Szellemmel teljes vagy, mi az, amit megengedsz az életedbe, mi az, amire vágyakozol. És figyeld meg, mikor testi módon éled az életed, és a Szent Szellem hátra szorul az életedbe, vagy az életünkbe, mik férnek bele. Milyen különbség van, ha szellemi módon élem az életemet, és ugye bevezetőben ezt hallottuk. Nagyon fontos a szellemi vonatkozása az életünknek, ami hatása van a fizikai létünkre, a testünkre, az érzelmünkre, a lelkünkre, a gondolkodásmódunkra. De hatása van a gyerekeinkre, a kapcsolatainkra. Nézve is. Szóval a korintusi gyülekezetnek három részt is ír a első korintusi levélben Pál. A 12. részben arról beszél, hogy a szellemi ajándékok azért adattak, hogy építsük a Krisztus testét. És elsősorban a kinyilatkoztatás lényege ott, hogy a Szent Szellem osztja ki az ajándékokat, ez nem lehet megragadni, nem lehet erővel kérőszakolni, a Szent Szellem azért adja, hogy használjunk vele. Hogy építse, és akkor nagyon szép képet rajzol föl Pál apostol által a Szentlélek a Krisztus teste képét. Hogy mennyire egymásra vagyunk utalva. Milyen szoros kapcsolatban vagyunk egymással. És mennyire fontos, hogy kölcsönösen kiki a maga ajándéka szerint, szellem ajándéka szerint építse egyik a másikat. És aztán a 13. rész a szabályszerűségről beszél. A szellemi ajándékok, a szellemiekre vonatkozó lelkületről, a szeretet lelkületéről. És akkor nagyon szépen lefesti azt a fajta képet, amit a szeretet himnuszának hívunk, hogy milyen is az Isten szeretete. Hogy milyen szeretettel töltött be bennünket az Isten az ő szelleme által. És hogy ez a szeretet, ha betölt bennünket, csak így, ezzel a betöltekezett állapotban tudjuk szeretni egymást. És ha nem tölt be bennünket Istennek ez a szeretete, akkor marad a saját, vagy marad a megkopott, marad az emlék, amiről azt mondjuk, hogy hát emlékszem, így szerettem valamikor. Körülbelül ez így néz ki. És elkezdel olvasni a Szentírás, és a Szentírás tükrében megnézzük magunkat, akkor megdöbbenünk. Egy-egy igével, mikor szíven talál Isten igéje. És azt mondja, eltértem tőle, Istenem. Pedig azt hittem, hogy nem. Hányszor olvastam ezt az igerészt, és elfelejtettem, mi van benne. De ha nem is olvasom a Szentírás, nem nézek bele az ige tükrébe rendszeresen, hogyan és mi módon igazíthatnám az életemet? Az útra, aki a názáreti Jézus Krisztus. Hogyan érhetném el a másik partot, ha nem is vagyok a hajó? Vagy mindig belenyúlok a kormánylabáthoz, és egy kicsit mindig piszkálom, mert úgy gondolom, az lenne jobb. Vannak ötleteink, igaz? Hány ötlet hangzik el az imádságban? Uram, te tudod. Miért ne tudnál? Egyáltalán hogy lehet így imádkozni? Hát azért, mert ugye tudod, hogy én ezt szeretném. Hát ha tudod, nem? Hát kössünk üzletet. Nem lehetne arra menni? Az nekem jobb lenne, mint ez. Szellemi élet, szellemi valóság. Szóval ennek a tudatlanságnak a orvoslására írta Pál ezt a három részt a korintusi levélben. Egy nagyon erőteljes üzenet ez. Elhívott bennünket az Úr arra az Efézusi levél első fejezetében, tiszta világos nyilatkoztatás van a Bibliában, hogy az ő dicsőségének magasztalására éljünk. Hogy Krisztus dicsőségére éljünk. A dicsőség azt jelenti, hogy tükröződés. Doxa. Rám árad az Istennek a szeretete, jósága, szentsége, tisztasága, kegyelme, irgalma. Rám árad.
betölti az életemet, és ez kiárad másokra. A Biblia rólunk úgy beszél, mint edényekről, amelyek üresek önmagukban. Lehetnek megszenteltek, tiszták, amelybe az Isten akkor bele tudja tölteni azt a jót, amely csak tőle árad, és abból a jóból, amivel Isten megtöltött bennünket, mikor túl árad az életünk, túl csordul az életünkben, az a jó, mondjuk beszélünk a szeretetről, háladásról, dicséretről, szolgálatról, munkáról az Úrért, az kifolyik. Akkor nem nyögdécselünk, hogy jaj, de fárasztó az Úrnak szolgálni. Ó, én már mennyit tettem, bezzeg a másik. Hanem egyszerűen tudod tenni az Isten dicsőségére. Miért? Mert kiárad, túl csordul benned, mert többet kaptál, mint amit vala is adni tudsz. Az Istennek a szolgálat, a szellemi megérdése pontosan erről szól. Hogy többet kaptam, mint amit valaha adni is tudnék. És mi az ahhoz képest, amit én teszek bele az Isten munkájába, mint amit ő fektetett az én munkámban, az én életembe, ami az ő munkája az én életemben. És akkor sorolhatnánk, hogy néhányan nyögdöcselnek, hogy hetente egy szolgáltuk van. Havonta egyet szeretnének, mert annyira elfoglaltak. Jó, én megértem, és nem szeretnék páltatőrni a fejed fölött, de kérdezem, mivel vagy megtelve? Hogy biztos, hogy ezt akar Isten az életedben. Nyilván vannak szakaszok, életszakaszok és különböző élethelyzetek, én ezt tudom, és nem szeretnék mondom senkinek én kijelölni utat. De ha visszaemlékszek arra mondjuk több mint két évtizedben, mióta én az Urral járok, azért hetente 3, 4, 2, de olyan hét nincs, hogy ne legyen valami szolgálatom. És nem húztam a strigulákat, mert nem mindent, csak itt a nagyobb dolgokról beszélek. Tehát Isten munkatársakul hívott el bennünket. És a szellemi ember tudja, hogy vagy az Isten országát építi, vagy a saját királyságát építi, és rájátszik akkor az ördög kezére. Az Isten dicsőítése, az Isten dicsőítő élet nem pótszer. Néha az emberek, mikor testi módon kezdenek gondolkodni az életről, és nem szellemi módon, akkor azt gondolják, hogy most dicsőítek egy jót. Most imádkozok egy nagyot. Most egy nagy csendességet tartok. És valójában maguk elől menekülnek. A komplexusaik, a problémáik, a vétkeik elől menekülnek. Ahelyett, hogy azt mondanák, Úr Jézus, én azt olvastam a Bibliában, hogy te szabadító vagy. Én azt hallottam róla, hogy te gyógyító vagy. Én azt hallottam, hogy te új teremtést adtál. Amikor én megtértem és újjászülettem, te engem újjá teremtettél. Úr Jézus, szabadíts meg engem, kérlek. Én nem csak gyógyszert akarok. Nem csak elmerülni szeretnék a te dicsőségedbe, végül is érzelmeimbe. És aztán úgy folytatni a labba hagytam, hanem én változást akarok, Uram. És akkor azt mondod, hogy drága testvéreim, imádkozzatok értem, én már imádkoztam, és nem szabadultam meg, de a Biblia azt mondja, hogy nem kell kötelékek alatt élni. Többen voltak nikotin függőségben, jöttek a gyülekezetbe. És az jól van így, csak ne úgy menjenek el. Nem mondom, hogy minden alkalom azonnal megszabadultak, de voltak olyan, akik imádkoztunk, hirdettük az Úr igéjét. És elmondtuk a názáreti Jézus Krisztus, a szabadító. És akiről megszabadító, valósága a szabad. És volt felállt, kihozta a cigarettát, letette az oltára, azt mondta, befejeztem. Az Úrnak adom az életem. És megszabadította Isten. Megszabadította Isten. Az én alkoholista apósomat, aki oly keményen volt függő az alkoholtól, nem tudott szabadon lenni, unokáit vitte megmutatni a feleségem neki, ment a kocsmába. Eljött a gyülekezetbe. Isten dolgozott a szívén nyilván, szeretetünk által, a kemény szeretet által is megmondtuk, hogy miben vagyunk partnerek, miben nem. Tehát a szeretet nem csak tyutyiputyú, hanem megmondom, figyelj ide, meghalni tudsz egyedül is. Ahhoz nem kell a mi életünket is tönketenned. De ha változni akarsz, mindenben segítünk. És az Úr meg tud szabadítani. És emlékszem arra, sokszor, amikor szabadításról beszélek, nekem annyira erős példa az én apósom. Hirdettem azt, hogy az Úr Jézus igéjét, és azt mondom, ki az, aki el akarja fogadni, jé, eddig jutottam. Apósom mind a két kezét felemel, majdnem felugrott a helyéről. Ő! Ő akarja. Volt egy másik srác, és ez meg majdnem lefolyt a székről, mert úgy tartották, hogy földre essem. Azt nem mindjárt mentőt kell hívni, nem tudtam, mi történik vele. Hát rászállt Isten szelleme, és megítélte a bűneiben. És elkezdett benne dolgozni. Az bement a kollégiumba, hozta a barátját, mert látta rajta a dicsőséget, Isten dicsőséget. Mi történt veled? Olyan voltál, mint én. Még tegnap.
mi történt veled? Találkoztam az Úrral, és akkor elkezdtem mondani, találkoztam az Úrral, képzeld el, megszabadított Jézus Krisztus, halleluja! Mi jön engem arra a helyre? Az is megtért. És apósom, képzeljétek el, ott helyben, azon a vasárnapi istentiszteleten teljesen megszabadult az alkoholfüggőségből. Hosszú évekig volt alkoholfüggő, egy konyakos meggyet sem evett meg utána. De hát, tudod, vannak szabályok. Az ördög figyel. Ott keresd meg, ahol kötelék alatt voltál. Ne játssz vele. Ő ezt tudta. És nem játszott az ördöggel, miért? Mert az Úrnak adta az életét. És kapott szellemi világosságot. Hogy vannak szabályok. Az út, az út. Az nem széles, az keskeny. És ott vannak szabályok. A szabadságban akarsz járni, tartsd be a szabályokat. Ami oltalom, nem korlát. Szóval Jézus Krisztus meg akar szabadítani a komplexusaidból, a kisebb rendűség érzetedből, a büszkeségből, ami tönkreteszi az életedet, a házasságodat, kapcsolataidat, ha nem jössz vele az Úrhoz. De ő meg tud téged gyógyítani. Nem a pszichológusok gyógyítanak meg téged. Adnak neked egy kis gyógyszert, aztán bekómázol. Bizonyos ideig jobb, mintha jörgyöngnél, de van jobb. Van jobb. Jézus Krisztus meg tud szabadítani téged. Pál apostol azt mondja a szellemi világ valóságával kapcsolatosan, hogy lássuk és értsük az Efézusi levél 6. rész 10. versétől. Végül pedig erősítjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon. És mindent leküzdve megállhassatok. Péter a másik nagy apostol, ugye Pál volt a pogányok apostola, Péter pedig az apostolok közül az első volt. Az 1 Péter 5-8-9-ben ezt írja. Legyetek józanok! Vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jászterte, keresve kit nyíljen el. Álljatok el a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések ternek be testvéreiteken a világban. Két nagyszerű ige. Egyet értünk? Amit elfelejtek, és talán te is elfelejtesz néha, hogy ez az élet minden napjára így van. Ez nem csak akkor van így, ezek az igazság, amikor te úgy érzed, most nehéz időben vagyok. Most az ördög nagyon. Amikor úgy érzed, hogy nem, akkor is szerte jár. Figyel, vizslat, nézi az életedet. Keresi melyikünket, és milyen módon tudja elbuktatni, tönkretenni, leépíteni, válásba, a gyülekezetből kiszorítva, a szolgálatból kitaszítva, a kapcsolatokból kitaszítva, kimozdítva a helyéről, az elhívásából, távol tartva Krisztustól, mindenféle buta gondolatokkal, a hívőkről, a keresztényekről, a Bibliáról, Jézusról, a vallásról, mindenféle hamis tanításokkal megfertőz az elméjét, de mindenképpen távol tartani az Úrtól, vagy kimozdítani az Isten jelenlétéből. Mit gondoltok? Most nincs itt? Most nem keresi a lehetőséget? Nem mondom, a dicsőítés, meg az imádat, meg az ige, meg a názat Jézus Krisztus felemelése közben azért nehéz dolga van. Halleluja! Mert Jézus Krisztus nyilvánosan megszégyenítette ezt az egész társaságot, de nem te, és nem én, hanem a názat Jézus Krisztus. És csak Krisztusban van diadal. Rajta kívül nincs. Csak az úton járva van diadal. Mellette nincs. És ezt már néha elfelejtjük. És ez a erről beszél Pál, hogy a szellemiekre nézze, ne legyetek tudatlanok, hanem értsétek a szellemi világ valóságát, ami ugyanolyan valóságos, mint a fizikai látható világ, és ugyanolyan állandó, mint ahogy látod a fizikai világ állandóságát. Az Isten világa is állandó és jelenlévő, és a gonoszság szellemeinek világa is állandó és jelenlévő. Szóval nem csak Isten figyeli az életünket, nem csak a szeretteink, diák és munkatársaink, erről sokat beszélünk, ugye? Hogy Isten látja az életünket, és igaz, ámen. És ez egy fontos dolog. Arról is sokat beszélünk, hogy hát mit mond a világ? Hát bizonságtevő élet, és hogy hát akkor úgy kéne élni és viselkedni, majd meg őszintén ez sem megy mindig. De néha felbuzdulunk, és akkor összeszedjük magunkat. Aztán meg elfelejtjük. De ezzel a kettővel még úgy, ahogy rendben is vagyunk.
De Pál azt mondja, hogy a szellemi világnak van egy másik része, aki ugyanúgy figyeli az életedet, mint az Isten, és ugyanúgy figyeli az életedet, mint az emberek. Nem lát a gondolataidba, ez egy figyel, megfigyel téged. Csak néhány példát írtam ide föl. Megfigyeli, hogy mi jön ki a szánkon, amikor házastársunkkal, gyermekünkkel, munka, diáktársunkkal, lelkipásztorunkkal, testvéreinkkel, vagy róluk a hátuk mögött beszélünk. És amikor figyeli, hogy mit beszélünk, ez nagyon sok mindent elárul arról, hogy mi hogy vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban. Egy ember beszéde, és még a cselekedetekről nem beszéltem. Nagyon sok mindent elárul arról, ahogy az Istennel gondolkodik. És jönnek a démonok, azt mondja, figyelj, itt egy bolond keresztény. Hát ez nem veszik komolyan. Hát nézd már, mit néz az interneten. Nézd meg, milyen baromságra, bocsánat, elnézést, költi a pénzét a moziban. Hát ez, mi embereink készítették ezeket a filmeket. Démonok tanítása alapján jött össze. Most az a Warcraft című film. Küldött egy cég nekem egy lehetőséget, hogy menjek premier előtti vetítésre. Megnéztem a trailert, ezt a bemutatót. Na, mi ez a baromság? Ez a sötétség, ami ebben a filmben van. Majd biztos el fogok utazni a ilyen premier előtti előadásra, és eltöltök 3 órát az életemből ilyen marhaságra. Hát nem őrültem meg. És ha Isten szelleme betölti az ember életét, akkor tud ilyen józan lenni. Amikor nem tölti be Isten szelleme az életemet, akkor én is tudok butaságokkal foglalkozni és tölteni az időt. És te is. És akkor felteszem a kérdést, tényleg szellemi emberek vagyunk? Nem vagyunk néha tudatlanok a szellemiekben, és hanyagok, és felelőtlenek? És vannak aztán következmények az életünkben? Mondtam valakinek, aki azt mondta, én azt gondoltam, ez velem soha nem történik meg. Mondom, tudod, mindig ezt tanítjuk. Hogy a megtévesztett ember leleplező mondata ez. Aki így gondolkodik, hogy velem ez soha nem történhet meg, az már megtévesztés alatt van. Mert Pál apostol azt mondja, hogy aki azt gondolja, hogy áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Mi szoktuk a gondolatot kihagyni belőle. Azt szoktuk mondani, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. De nem ez van leírva. Aki úgy gondolkodik, hogy ő áll, tehát gyerekek, hát én macsó vagyok az Úrban. Erős vagyok, mint a kőszikla. Nagyon hamar vágódni fogsz, de nagyot. De magam tapasztalataiból tudom. Akkor nagyobbra nőtt az arcom, mint amit kellett volna, elhúzta a fejem. És akkor beleestem a pocsolyába. Ezt tudtad? Ezért mondja az úr, legyél alázatos, hogy egyensúlyban legyen az életed, és ne mindig elég furcsán néznénk ki, akkor lenne a fejünk, mint amikor az arcunk néha. De az úr gondoskodik benne, jó atya. És megfenyít bennünket, ha kell férfi az élő bottal, hogy kiuzanodjunk. És akkor ilyenkor nem sóhajtozni kell, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél 12. részben az ige, bár nem látszik örvendetesnek. De az igazság békességes gyümölcsét termi azoknak, akik megedződtek általa. A szellemi ember a fenyítésnek is örül. Szóval, Uram, köszönöm, hogy bár olyan bolond voltam, hogy ezbe mind belementem volna, már-már vétkeztem, már-már elestem, de te megmentettél engem. Jó nyakon vágtál. Vagy küldtél valakit. Hányszor küld Isten igéket? Vagy egyáltalán küldhet-e? Tehát te szellemi ember, veszel igét, és szólhat hozzád az úr, hogy figyelj, SMS-be küld már a te testvérednek, a vezetődnek, a lelkipásztorodnak, vagy vidd el már a házi csoportba, és oszd meg. Bízhat-e rád az úr életmentő igéket? Mondjuk, ha a bölcsesség igéjének szellemi ajándéka van az életedben. Ha a bölcsesség igéjének ajándékát kaptad, akkor az Isten rád fog bízni olyan bölcs igéket, amikkel kérdésekre kapnak választ emberek. És megosztod az igét, és azt mondják, hogy ez benne van a Bibliában. Ugye arany szárnyú tóló galambot kapnak azok, akik a csomagoknál maradtak. Ki emlékszik, hogy ez a mondat benne van a Bibliában? Halleluja! Ugye? Ez egy bölcsesség igéje az otthon gyereket nevelő asszonyoknak. Bölcsesség igéje azoknak, akik nem látványos szolgálatot végeznek. Emellé van egy szellemi történet, a Sámuel próféta könyvéből, mikor Dávid elmegy harcolni, és a csomagok mellett lévők ugyanazt az ajándékot kapják. Hőbörögtek a testi emberek, hogy mi voltunk. Várjátok csak, gyerekek, még a csomagot se lenne meg, ha ezek nem maradnak itt. És elfáradtak.
nekik pihenni kellett. Ők akkor nem értéktelenek, de legalább beismerték. Ha jöttek volna velünk, kikaptunk volna miattuk, mert te hátadnál lett volna egy fáradt katona, és levágtak volna téged is, meg őt is. Nem jobb, hogy azt mondta, hogy most inkább pihennem kéne? Nem jobb őszintének lenni? Egyenesnek? A gyógyulás érdekében? És nem mutatni azt, hogy mekkora erőm van, ha nincs? És azt mondani, Uram, övesz fel engem. Erősíts meg engem. Gyógyíts meg engem, szabadíts meg engem. A gyász ideje például. Elveszítettem valakit. És a gyász fájdalma. Megvan az ideje a gyásznak, ez mi az írás. Azon át kell menni. Az örök élet reménysége, ha benne van a szívünkben, a vigasztalás ereje bennünk. De még a lelkünk feldolgoz egy traumát, az idő. Így vagyunk összerakva. Mondok még néhány megrázó dolgot. Amikor egy apa vagy anya indulattal teli szavakkal ráront a gyermekére, bárcsak soha ne tettem volna ilyet, de nem mindig tudtam türelmes lenni. Nem gondolod azt, hogy a gonosz szellemek figyelik a szavaidat? Belekapaszkodnak a beszédedbe a gyermeked elméjénél. És a démonok elkezdik tanítani, hogy ilyen vagy, látod, apácsi szeret. Anyád is megmondta, hogy semmire kellő vagy. Nem gondolod, hogy a gonosz szellemek föl fogják használni a te szavaidat a gyereked életébe, hogy pusztítsák? Hát beszélges lelkigondozókkal. Amikor 40-50 éves emberek vallják meg a nyomorúságaikat Isten előtt, amit a szüleik okoztak az életükben. És néhány keresztény szülő tátja a száját. Hát miért ilyen az én gyerekem? Hát ember, mennyit ártottál neki, amikor nem a szent szelmeteljes beszéd jött ki a szádon, hanem az emberi testi indulat, vagy a kényelem szeretet beszéde jött ki a szánkon. És a szellemek azt mondják, itt egy bolond keresztény. Hát ez nincs tisztában a nyelv hatalmával. Azt gondolod, az ördög nincs. Dehogy nincs. Démon azt jelenti tanító. És elültet benne egy tanítást. Egy énképet. Elkezdi pusztítani a személyes magáról elképzelését. Elkezdi pusztítani azt, vagy felépíteni benne, hogy Istenről gondolkodjon. Milyen az Isten? Hát ilyen gonosz, mint az apád. Ilyen gonosz az Isten. Milyen az Isten kegyelme? Hát olyan, mint az anyád. Akkor szeret, ötöst hozol. És akkor lesz belőle felnőve egy teljesítményorientált keresztény, aki Istent egy kemény Istennek látja. És akkor a pásztornak kell szólni a Szentléleknek vasárnapról-vasárnapra, hogy beszéljen az atyáról. Mert te tönkretetted a gyerekedet. Vagy téged tönkretett a szülő, amiről az Úr akar gyógyítani éppen ezek által a beszédek által. Hogy meggyógyulj. Nem véletlen szól az Úr. Nem véletlen szól a Szentlélek, hogy most erről kell beszélni. A szellemi ember érti? Azt mondja, hú, Uram, hát ez nem csak beszélnek a levegőbe. Hát az emberek, az Isten emberei, hát ők imádkoztak, és ami most hangzik, az a te szavad, legalábbis nagy százalékban. De minimum válogassam már ki a Szentlélek világosságában, ami engem megszólít. Megszólít. Szabadításra, tanításra, formálásra, az élettelen dolgok lemetszésére, az életei dolgok megerősítésére, szőlőtől szőlővesző. Hogy mennyire így van ez, járunk be az idősek otthonába, a város idősek otthonába, már egy éve lesz, és hát elképesztő dolgokat tapasztalunk egyébként. Hát ez nem a luxus idősek otthona kategória, itt azok kerülnek általában ide, akiknek nincs más lehetőség az életben. De nagyon szeretjük őket. És én 20-30 idős ember jár rendszeresen önszántából az Isten tiszteletre, és igazán nem történik semmi, nincs ebéd, meg ilyesmi. Semmi más nincs, dicséret is ige. És tudjátok, engem megrendít, amilyen szomjúsággal jönnek ezek az idős emberek az igéért. Van egy hölgy, akinek egy népegyházi lelkész volt az apja. Nyomorék ez a hölgy. Ilyen. Nem tud beszélni. Ismeri a betűket, mert az írás úgy tud beszélni, hogy mutogatja a betűket egy táblán. Be volt dugva egy szobába, mert szégyelte az apja, hogy őt így megverte az Isten. És soha nem mondta neki az evangéliumot. És itt hallott az evangéliumot. És ez a hölgy megtért. És amikor dicsérjük az Urat, keze, lába, így jár, érted? És mosolyog. Hogy őt az Isten szereti. Úgy, ahogy van. És nem a testet látja, hanem az életet. És a Krisztus meghalt érte, és megszabadította. Nem a testét, hanem annál sokkal többet adott neki.
a megnyomorított lelkét, amit az apja vallásos fanatizmusból megnyomorított. Mert rosszul értette az igét. Úgy gondolta, hogy Isten sújtja egy csapásra, vétkei bűnei miatt. Lehet, igaza volt egyébként. De miért kell nyomorgatni azt a gyereket? A saját mocskos életéért. Vagy beteg gondolkodásáért. Az Istenről alkotott hamis tanításokért. Ugye a szellemi ember Istentől vesz tanítást. De amikor egy nő tiszteletlenül beszél a férjével, vagy férjéről, vagy egy gyülekezetitag a lelkipásztoráról, vezetőjéről, jönnek a démonok, és azt mondják, mondja a többinek, hogy gyertek már, itt van egy befedezetlen keresztény. Köpjük meg a kenetet, ami benne van. Ószövetség, tudjátok, befedetlen kenet. Beledöglik a légy, és megbüdösödik a kenet. Mert ez nem normális. Nem ismer az alapvető szellemi szabályokat. Hogy van fő, és van befedezettség az életben. És ez oltalmat jelent, ez áldás jelent. És ezért mondja az írás, hogy tiszteljétek a vezetőiteket, és imádkozzatok értük, bízzatok bennük, higgyétek, és legyen előttetek, hogy az Isten szerint való módon akarnak járni. Ez a törekvésük. Nem biztos, hogy tökéletesen tesznek mindent, de hogy a szívük jó. Ne kelljen már sóhajtozva vezetni titeket. Kérdezzétek meg a lelkipásztorokat és a vezetőket, hogy pásztor, az én életem miatt sóhajtozol? Most ne itt feladottam neki, mert ha megmondja, ne sértődj meg. Ha azt mondja, hogy igen, akkor kérdezz meg, mit látsz? Mit látsz az életemben? És ha szembesít vele, akkor mondd azt, hogy nagyon köszönöm. Ezt a két dolgot tényleg igazad van, ezt a másik hármat pedig úgy tűnt, de ebben vagyok benne, és jó, hogy beszéltünk róla. Imádkoznál, értem? Figyeljetek! A Krisztus testében nincs egyformaság. Mi szeretnénk kommunista demokráciát. Most direkt azt látom a kettőt együtt. Elvileg összeférhetetlen, de Kínában például megpróbálják, de mindegy, hagyjuk. Vannak különbség kenetben, hitben, annak mértékében, elhívásban, felelősségben Isten népe között. Nézd meg a tanítást a Krisztus testéről. A szellemiekre nézve nem szeretném tudatlanok lennétek. Nem vagyunk egyformák. Isten előtt nem ugyanaz a felelősségünk. Hát persze az elszámoltatásra lesz egyforma. Valaki többet kapott, azt a jó Isten azt mondja, figyelj barátom, 5-öt kaptál. Hát hol van minimum a duplája? Hol vannak az életek, a változások, a szabadítás, a megtérések? Hol vannak a kimondott proféciák? Hol vannak a közbenjárások? Hol vannak az illalmasság cselekedetei? Hol van az adakozás? Én nem látok itt a Bibliában, hogy bárkit karrierizmusra hívott volna el az Isten. Hogy sok pénze legyen. Én azt látom, van adakozás ajándéka, és akinek Isten sokat adott, azzal sokkal tartozik az Istennek. És általában szellemi emberek szerényen élnek. Szerényen élnek. És nem maguknak vesznek itt egy nyaralót, ott egy nyaralót, ott egy palotát, hanem azt mondják, Uram, rám bíztál valamit. Miért adtad ezt? Azért, hogy elmenjek a családommal nyaralni? Köszönöm, Uram, áldalak téged érte. Hogy máshol van ennek a helye? Mert keskeny úton járunk, nem? Vagy ha rosszul megy, gyere Istenem, segíts. Ha jól megy, úgy megáldottál, Uram, hogy már nem is kell lesz. Hát ezt már én is meg tudom volna élvezni, tudom egyedül is. Érzed? Szellemi ember. Az életet szellemi módon értékelni. Látni, nem vakon menni az úton. Ugyanígy egy férfi, ha nem törődő módon éli az életét, lusta, hanyag. Sok mindent elárul arról, ahogy Istent látja. És ahogy Isten tiszteli, vagy nem tiszteli. Van egy ember, aki szereti az igét, és megvallja az igét. Az ige megvallása nem hangos kurjongatásban áll. Tudod, azt jelenti a megvallás bibliai értelemben, a bibliai szó, hogy együtt beszélek az Istennel. És kimondom azt, amit az Isten mondott. Nem ide. Ide bebeszélte Isten a szívembe. Úgy az nagy különbség van. Amikor Isten szíven talál egy igével, és személyessé teszi az igét. És hitet támaszt az ige benned. És akkor együtt szólsz Istennel. Isten azt mondta, hogy?
ilyen életet szán nekem. Isten azt mondta, hogy ezt osszam meg veled. Isten azt mondta, hogy tanítsd ezt az én népemnek. Isten azt mondta, hogy imádkozz ezért az emberért így. Ugye mekkora erő van benne Istentől? Milyen bizonyosság van benne? Milyen biztonság van benne? Micsoda nyugalom van, micsoda oltalom van abban, amikor azon az úton jársz, amit kijelölt neked az Úr. És milyen áldás tudsz lenni a másik ember számára. Gyülekezeten belül, és azon kívül. És a Biblia erről sokat beszél. És akkor jön az ördög, jönnek a démonok, látják a te megszentelt életedet, mondják a többinek, ne is gyertek, elég vagyok én. Hát majd figyelek, szólok, hogyha elbotlik. De nem tudjuk megfogni. Olyan, mint a birkózó, akinek teste be van kenve olajjal. Lecsúszik a kezünk róla. Egyébként pedig, amikor rátettem a kezemet, éget! Hát ez tele van tűzzel! Amikor közelítek, Isten igéjét mondja ki. Ó, majdnem levágta a fejem vele. Úgy használja ezt a kardot. Próbáltam mondani neki, hogy nincs üdvösséged. Lepattant a fejéről a szó, mert ez minden reggel felveszi a szellem fegyverzetét. Nem csak amikor éppen a ima hét van, ez tudja, hogy minden nap a szellemi valóságban éli az életét, és az Úr kegyelme az, ami őrizheti őt, az ő gondolatait. És ha igazságban jár, és szellemben jár, akkor megvan óva a szíve. És ha ragaszkodik, és szereti az igazságot, a názáreti Jézus Krisztust, az egybe fogja az életét, összetartja, rendben tartja. És fakad az életéből a készség, mert látja az embereket. Nem az, hogy mivel bosszantják őt, hanem nyomorultak és elveszettek. És készséges a maga ajándéka elhívása szerint az evangéliumot hirdetni. Látod, mekkora pajzsa van? Hát vigyázz rá! Ez egy hívő ember. Rendíthetetlenül bízik az ő Istenében. Hát nem is csoda. Állandóan a kereszten gondolkodik. Állandóan azon gondolkodik, mit tett érte az atya. Nem tudom neki azt mondani, nem szeret az Isten. Mindig azon gondolkodik, hogy Jézus meghalt az ő bűneiért. Isten annyira szerette őt, hogy az egyszülött fiát kész volt odaadni a kín kereszten, hogy szaggassák a testén, és folyjon drága szent vére. Ki a földre, rá a fára. Mindig ezen gondolkodik. Amikor próbálom őt elgyengíteni, ezen gondolkodik. Úgy félek tőle. Ah. Ráadásul már az ötödik ember az, aki kikücsúszott a kezünkből. Mert ezeket másoknak is elmondja. És úgy mondja el nekik, hogy hitből jön ki. És néhányan pedig hittel fogadják. És meggyújtja az elüszkösödött életüket. Ez a tűz. Szellemi ember. Szellemi élet. Ígértem nektek egy ószövetségi történetet. Csak néhány gondolatot mondok el belőle. Tanulmányozzátok. Tanúságos. Józsafát élete. Józsafát élete nagy üzenettel van a szellemiekre nézve. Assa vagy Ásszá volt az apja. Kettős életet élt. Éppen milyen szellemi állapotban volt, ügyeskedett, vagy az Úrba bízott. Tehát ez a... Éppen mi van kéznél? Józsafát megtanulta gyerekkorban, beleívódott az életébe. Hogyan él egy szellemi ember? Hát úgy, mint apám, nem? Tehát egyébként nagyon szelleminek néz ki, de az érdekei úgy kívánják, akkor megköti a paktumot mással. És akkor Józsafát jól indul. Evangelizációt hirdet a nép között, ha a mai modern újszövetség szemléletmódban gondolkodnánk, vezetőket. Felkent vezetőket és papokat, levitákat küldött szerte ki az országba, hogy tanítsák az írást. Tehát Józsafát hitt az Isten igének hatalmas erejében. Figyeljetek ide! Nem lehet összehasonlítani az Isten beszédét a mi beszédünkkel. Ez nem egy kaliber, nem egy kategória. Az élet, szabadító erő, gyógyító erő, vigasztaló erő, felemel. Ha kell, porba sújt, hogy aztán fölépítsen. Ha kell, megsebesz, hogy kivágja a gennyes dolgokat, de be is kötöz és be is gyógyít. Komplett csomagok vannak a Bibliában. Nem csak megmutatja, mint a pszichológus a problémádat, hanem megmutatja a kivezető utat, és a reménységet is adja a szívedbe. És elkezd felépíteni és gyógyítani. Nem mondom, hogy
minden esetben így. De ne gondolj, hogy az Isten miatt nem így. Te miatt, hanem összetörnél. Ha az Isten rapid gyorsasággal nyúlna be a lelkedbe, tiszta beteg emberek lennénk, mert összeroppan a lelkünk. És a példabeszélek, hogy azt mondja, ha lélek összetörik, nem lehet megmenteni az embert. Az Isten fazekasmester. És a fazekasmesternek vannak dolgok, amikor már az agyag egyén kész van, akkor csak finom mozdulatok vannak. Az Isten nem mindig azt csinálja, hogy fogja össze egy úr, és korra vág. Hát van, mikor ez kell. De remélem, hogy legtöbbeteknek már nem itt tart az élete. Hogy teljesen újra kell az egészet építeni. Na figyelj csak, ez még itt nem úgy van. Jó, a vesé. Tisztaság, szentség, ugye? A bibliai kép, vese. Szív, döntések, látás, szellemi látás képei a Bibliában. Belenyúl az életünkben. Fizikai szervek, de szellemi vetületei vannak a Bibliában, tanítja. Szóval Jósafát is így csinálta. Aztán azt mondja a Biblia, hogy amikor meggazdagodott Jósafát, 18. rész első két verse, megerősödött Jósafát, szép épületbe költözött Jósafát, akkor azt mondja, hát ő lehetne ezt könnyebben is venni. Lehetne ezt gyorsabban most már csinálni, jobban haladni egy kicsit. Hát már most, na, segítsünk be. És akkor elmegy ez az őrült Ahábhoz, az Isten ellenségéhez. Ki tudja, ki volt a feleség Ahábnak? Jézabel. Ez egy démonizált nő volt. És hogy a démonizált nő volt, tanított is. Tudjuk, Jelenések könyve képei. Tanított. És tanításával megfertőzte a népet. Miért? Mert tetszett nekik. Hát nem azért fertőzte meg a népet Jezabel, mert a többi nem tetszett nekik. Hát sokkal jobb volt paráználkodni egy kicsit, zabálni az oltárnál. Nem kell szent életet élni, néha megoldjuk azt a kis áldozatot. Egyébként pedig úgy élünk, hogy a testünknek tetszik. Hát tök jó vallás. Hát néhányan meghalnak miatta, de nem én. Milyen nagyszerű. Ha nem én pusztulok el miatta. Ha. És akkor ez az őrült Jósafát megkérte Aháb leányának a kezét a fiának. Atalja megölte az unokáit, hogy ő legyen a király. Megette a húsukat, értsétek, szellemi értelemben. Ez egy démonizált nő volt. Elhajtotta Jósafát fiának szívét az úrtól, megfertőzte az elméjét, mindig mondta neki. Mit gondoltok? Valaki, aki felemásigában megy bele, olyan könnyen vészeli azt át? Ne légy bolond! Ezek szellemiségek. Közösség, szövetség. Nem véletlenül óv az Isten bizonyos dolgoktól bennünket. Hogy például ne vállalkozz tisztáltan emberekkel együtt. Ne kösvegyük szövetségek. Mert hogy fogod befizetni az adót, amikor ő több pénzt akar? Éppen a holdjáróra gyűjt. Azért fizet keveset a munkatársainak. Mert olyan szegény. Hát a holdjárónak a szelepe kerül 8 millió forintba. És defektet kapott. Hát valahogy csökkenteni kell a bért. Értitek? Nyilván nem szellemi ember, ugye? Nem testi. És ilyen emberre válasz közösséget, szövetséget, akkor mi erő és harc lesz neked, hogy meg tudj maradni az egyenes úton? És tiszta, szent életet tudjál élni, és megállható legyél. Aztán elmegy Jósafát, ugye, mert hát meg bement a szövetségbe. Mondja neki, ah, figyelj már, gyere, harcoljunk együtt. Jó, azt mondja, menjünk, harcoljunk. De azt mondja, figyelj már ide, én azért szellemi ember vagyok, kérdezzük már meg a profétákat. Bocs, el se kellett jutni ideig. Hát mi közöm hozzád? És ha olvasod a Bibliát, erődített városokat épít az Efraim területén. Mert annyira fél az északi királyságtól, mert nem bízik bennük. Egy ilyen szövetségben van, szóval nincs benne bizalom. Hát milyen kapcsolat az, milyen barátság az, milyen házasság az, amikor nincs bizalom? Akkor emészti a féltékenység. A birtoklási vágy. Amikor valaki nem szolgálja a házastársát, vagy a barátait, vagy a testvérét, hanem birtokolni akarja. Hogy nekem legyen barátom. Nem pedig én legyek áldás a másik számára. És akkor azt mondja, hogy kérdezzük meg a prófétákat. Hát Aháb már járatos volt ebben a próféta kérdezésben, mert azokat tartotta életben, akik azt mondták, ami neki tetszik. Ó, nagyszerű műsor volt. Vasszarvakat rakott az egyik,
Tök lehet jobbra, balra. Így fogod ellenségeidet szétszórni. Nagyon tetszik ez a profécia. Igen, az én profétám vagy. Igazad is van. Nem az Istené, hanem a tied. Jósafát szellemi ember volt. Érezte szellemében, hogy itt nem stimmel valami. Tehát ez nagy reklám, nagy show műsor. Ez nem igaz. Azt mondja a királynak, nincs itt még egy másik. Ami kisebb kis proféta, nem kell a fő, ország fő profétái közül az egyik, csak egy kisebb. Van itt egy, de az mindig rosszabb profétál. Ezért inkább meg se kérdezem. Hát a kedvem, miért nem hívnád ide? Na jó, van oké. És akkor már etetik, hogy vigyázzál, mert minden proféta jó profétált. Megtévesztés, ugye, befolyásolás, hamis ördögi befolyásolás. Jön ez a proféta, szegény kapott annyit az életébe. Ugye kiirtották a többit, ne fegyétek, Illés korában járunk. Tehát Illés idejében járunk, hogy ott azért érzékeljétek a szellemi valóságot. Aki nem tudja, akkor a királyok első könyve, azt hiszem 18-19. Rész az Illés története, neki epizódja. No, és jön ez a proféta, mondja, igen, győzni fogsz. Nem megmondtam neked, hogy azt mondja, hogy az Úr mond. Ugye Aháb is tudta, hogy ez hamis profécia. De hát úgy gondolta, hogy már kapott annyit szegény. Úgy se érdekli az igazság. Tehát most akkor minek mondja meg? Tudod, néhány asszony azt mondja, nekem olyan jó férjem van. Mert sosem szól nekem vissza. Bolond vagy. Már nem szól. Már elege van. Csattatja a tévét. Miért? Mert addig se kell veled beszélgetnie. És jönnek a démonok, mikor te mondod a férjednek a süket szöveget, és a démonoknak elkezdik mondani. Démonok elkezdik, miért vetted feleségül? Látod, hogy Gyüliben vannak sokkal jobb asszonyok is. Nem jobb lenne neked az? De fordítva is mondhatnám, egy férj nem szereti a feleségét. Nem figyel, nem törődik vele. Jönnek a démonok, elkezdik tanítani az asszonyt. Másnak jobb férje van, mint neked. Kellett neked hozzámenni. Ó, jobban állátok már anyagilag is. Nézd meg a másikat, aki ahhoz ment hozzá. Szellemi dolgok. Nem is gondoljuk, ezek démonok tanításai. Pedig ha tisztán gondolkodnánk, szellemi emberként, az igét komolyan véve, akkor ütköztetnénk a Szentírás kinyilatkoztatásra, és azt mondanánk, hogy távozz tőlem, Sátán, az Úr Jézus Krisztus nevében. Jó, nem a buszon ordibálva, de úgy magadba. Vagy amikor otthon vagy. Nem adom át neked magam, a Jézus Krisztus nevében. Nem adom a szívem neked. Nem adom az elmém neked. Mert az én elmém, az én szívem, az Úr Jézus Krisztusé, a Szent Szellemé. És most megáldom az én feleségemet. Uram, változtasd meg, szabadíts meg. Látod, milyen butaságokat beszél. Adj nekem kenetet, adj nekem erőt, adj bölcsességet, vagy küldj valakit, akire hallgat még. Hadd tudjam bölcsen tanítani, hadd tudjam bölcsen segíteni. Uram, most itt eszem, mert nem is szoktunk Bibliát olvasni soha. Nem is szoktunk együtt imádkozni. Hogy kéne elkezdeni? És fordítva, asszonyoknak is, az Úrhoz menni. De nincs idő, de hogy nincs idő. Akkor legalább hetente egyszer. Nem mondd, hogy nincs. Minden várhat. Nem azzal a fél órán múlik, amikor az ige köré gyűjtöd a családodat. Jósafát könyvében benne van az is. Összegyűltek a férfiak, a nők és a gyerekek. Az Isten egy közösséget családokban lát. És akinek nincsen anyja, és nincsen apja, és nincsen nagyszülő, és nincsen nagyapja, az Úr ad neki a gyülekezetben. Íme az én apám és anyám. Az Úr ad neked. Tanulhatsz. Ha nem volt, aki tanítson téged, nézd a szent életű hívőket. Nézd az idősebbeket, akik előtted járnak, és tanulj tőlük. Nézd, hogy nevelik a gyerekeiket. Nézd, hogy beszélnek a férjükkel, az asszonyok, a feleségükkel, a férfiak. Hogyan viselkednek a munkáján, hogyan gondolkodnak az életről. Tanulj tőlük. Isten elhelyezett az ő népe közé, a nagy családjába. És aztán Jósafát újabb harcokkal néz szembe. Megtér, visszatér az Úrhoz. Aztán háborúba keveredik. Jön az ellenség. Bebiztosította magát, mert azért ő bízott az Úrban, de azért nem annyira. Komoly sereget toborozott, és megerősített városai voltak északon. Mi történik? Délről egy egyesített nagy sereg, a moábiak összegyűjtötték a környező népeket, délről támadják meg Jeruzsálemet.
Hát éjszakon van a sereg nagy része, a seregnek csak egy része állomásozik Jeruzsálemben. Így a két nap alatt nem lehet összeszedni a sereg nagy részét, tehát nem lehet azt mondani, hogy figyeljetek, hagyjatok ott mindent. Egyébként pedig, ha meg tudja Izrael kérni, hogy eljöttünk onnan, akkor meg ők jönnek be. Hát az apám foglalta el Efraim egy részét, tehát az övék volt, hát azonnal vissza is foglalják. Tehát azokat a városokat nem adhatjuk fel. Tehát egy óriási probléma jön, ott nem volt kiépítve védvonal délen. Egyetlen egy várfal állhatott délen. Az Úr az én bástyám. Az Úr az én váram. Ez a vár állhatott ott. A Krónikák könyve erről szól. Hogy a történelem ura hogyan cselekszik a hívő, az Istenben bízó néppel, és az a tőle elpártoló istentelennel. Ezrás ezértétele, aki a megújulás papja volt, és látta, hogy milyen pusztulás történt Izraelben, és Júdában elvitték ugye Babiloniába őket, szétszórták őket, arab népeket telepítettek be északra. Közvetlenül 100 évvel Jósafát születése, uralma jutását követően elviszik Samáriát, elfoglalják Samáriát. A babiloniaiak is brutális pusztítást végeznek. Az asszírok egyébként híresek voltak a gonoszságról, tehát megrendetették az ellenséget, fejekből halmokat raktak a leigázott nép, a birtokba vendő város falról jól látható módon nagy kúpokba rakták a levágott fejeket. Terror. Ez a terror. Az ördög ezt csinálja. Megfélemlít. És akkor Jósafát letérdel az úr elé, leborul az úr elé. Fú, ez egy nagyon jó póz. Nagyon jó póz. És elkezd imádkozni. És ha megfigyeljétek az imáját, akkor az Isten szövetségére és az Isten ígéretére emlékezteti magát. Tehát most megint ugye, néha mi félreértjük, amikor olvasunk a Bibliában egy ilyen igere verset, vagy hallunk egy imádságot, hogy emlékezz meg, Uram! Ez nem Istennek szól, hanem nekem. Tehát amikor ezt mondom, akkor azt mondom, hogy Uram, én emlékszem rá, amit te mondtál, és én emlékszem rá, amit ígértél, és tudom, hogy te is emlékszel. És most magamnak mondom, és a népnek mondom, hogy te hűséges vagy, és magad meg nem tagadod. És te nem ember vagy, hogy hazudjál, hanem Isten vagy, aki megtartja a szövetségét, ez elízik. És te megígérted ennél a templomnál, hogy ha ellenség vonul fel ellenünk, akkor te leszel, ami várunk. Ugye? Így imádkozik. Tehát nem össze-vissza imádkozik, hanem szellemi módon imádkozik. Tehát új szövetségi ember a keresztre néz. Ha szabadításért akarsz imádkozni, az evangélium szellemében imádkozz, a keresztről, Krisztusról. Ő a szabadító. Sok mindent írnak, tudjátok, 8 pontban, 10 pontban. Én azt láttam, amikor imádkoztunk, az Úr Jézus nevét felemeltük, a keresztet, megtört az átok. Megtört a kötelék. Kimentek a gonosz szellemek. Bűnbátra jutottak az emberek, akik meg akartak térni. Felismerték, hogy miből kell szabadulniuk. Akik akarták. Akik együttműködtek. Jöttek az őszinte szívvel az Úrhoz. És aztán felemel Isten egy levitát, Asszáf leszámozottját, 2 Korinikák 18-19-20, a 20. fejezetnél tartunk. Javaslom ezeket a történeteket végigolvasni, tehát kicsit előtte is felolvassátok, meg ami utána történik, mondom, az Ahab leányának a hatására, a borzalmas. Tehát egy döntésnek milyen pusztító következménye van generációkra nézve. És ez nem vicc. Természetesen a gyerekeinket mi tönkretettük, ha megtérnek és új életet nyernek, Isten felépíti őket. De a sebek, a hegek ott maradnak végig az életükön, és majd velük kezdődik egy új család. De milyen nagyszerű, ha már mi újak vagyunk, és meggyógyultunk, bár a sebek, hegek ott vannak az életünkön, de ők már nem ezt öröklik, hanem az új ember, a Krisztusban elplántált ember, férfi és nő, akivel találkoznak, és aki segít őket elő az életben. No, feláll a próféta, Asszáf leszámozottja, és azt mondja, sok mindent mond, az Úr harcol értetek, de van egy mondat benne, ami megpróbálja minden hívő ember életét. Nem kell semmit tennetek, csak vesztek áratok. Na, ez kivere a biztit, igaz? Na, de meddig? Meddig jönnek? És ha megnézel a térképet, egész közel jöttek Jeruzsálemig, egy szoroson keresztül kellett átáramlani a seregnek, egész közel engedte az Isten Jeruzsálemhez, a lakott városokhoz.
Hát meddig várjuk? Ne csinálj semmit, az Úr cselekszik, te meg nézd! Mekkora hitpróba egy ügyeskedő léleknek, mint Josafát. Az életében úgy élte az életét, hogy szellemi volt, amikor az kellett, vagy amikor nagy bajban volt, akkor nagyon szellemi lett. Amikor azonban kicsit könnyebb volt a helyzet, gazdagsága, meg jóléte megengedte, akkor politizáljunk. Nem vagyok kivétel. És Isten előtt állok, és könyörgök, amikor készültem ide, és most is imádkoztam, Uram, ne engedd, hogy az evangéliumtól eltérjek. Az evangélium igétől, szellemétől eltérjen az életem, és a benned vetett bizalomtól eltérjek. És eladjak bármit, ami kincs és érték, ebből javakért, előnyökért, sikerért, emberi sikerekért. Szóval az, hogy maradj veszteg, és várd, míg az Úr cselekszik, ez a szellemi ember nagy próbatétele. És akkor Josafát föláll, az új folytásban az van írva, hogy tanácsot tart a néppel. Picit úgy érthetnék, testi, lelki emberek, na akkor majd megszavazzuk a gyűliben, hogy mi legyen. Ne, a héber szöveg nem csak ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy az Isten tanácsát tolmácsolni. Tehát, mert az Isten kijelentett, azt átadni. Tehát valószínűleg Josafát, mi nyilván az igében megnézzük, azt is tette, hogy emlékeztette a népet arra, amit az Isten mondott, amikor imádkoztak. És ebből erő származott. És akkor azért, hogy jól érezzék magukat a leviták és a proféták, mondták, na gyerekek, ti mentek elől. Azt mondtátok, hogy nézzük, veszteg. Itt a nagy buzdítás, bátorítás, akkor tessék előállni, és akkor magasztalni az Urat. És ezek mivel hívő emberek voltak. És szellemben ragadták meg az igét. Szíven talált őket az ige. Az ige hitet épített bennük, azt mondja az írás, elkezdték magasztalni, dicsérni az Urat. Egyébként már korábbi napon is ezt tették, nagy hangon, felhangon dicsérték az Urat, mert eljutott hozzájuk az ige. Azt mondja Jeremiás, eljutott hozzám igét, és én élveztem igét, vidámságot szerzett nekem, egy szívbéli örömöt. Ez az öröm forrása, az ige. Istennek a beszéde. És akkor mentek dicsérni az Urat, haladtak, közeledtek az ellenséghez. És azt mondja az írás, amikor elkezdték magasztalni, dicsérni az Urat, ellenségeskedés támasztott az Úr, ott, akkor és abban a pillanatban az ellenség hadereje között is leölték egymást. És akkor ezek úgy végignézték. Hát te figyelj, mert ezek el vannak foglalva. Mi is el vagyunk foglalva a seregek urával. Mi el vagyunk foglalva a mi Istenünkkel. És nem osztjuk meg az életünket mindenféle dologgal. Hanem amikor dolgozunk, amikor gyereket nevelünk, amikor szabadidőben vagyunk, amikor aktívak vagyunk, vagy pihenünk, mindig az Úrral foglalkozunk. Az Úr előtt vagyunk, nem vagyunk abnormálisak, szeretünk jót enni, hálásak vagyunk, ha van bőven. Hiszünk akkor, ha nincs, és kérjük az Urat, hogy betöltse a szükségeinket. Jó napokban és rossz napokban is. Az Úré vagyunk. Amen. Így éljük az életünket. Mi az Úrral vagyunk elfoglalva. Nem az, hogy mennyi az ellenség. Hány démona van az ördögnek, a sátánnak, és mit figyelne bennünket? Nem, ez köti le a gondolkodásunkat, de tudjuk. Nem vagyunk balgák, hogy a szellemvilág valóságos. És azt mondja az írás, hogy zsákmányt szereztek. 3 napig szedték a zsákmányt. Nagy diadalt és győzelmet adott az Úr, és nagy félelmet keltett Isten ellenségeik szívében. Nagy tisztelet származott a körülöttük élő népek szívében, mert látták, hogy az Úr Júdával és Jeruzsálemmel van. Új helyen vagytok. Nagyon fontos, hogy milyen hatással lesztek erre a régióra, térségre, a városban, ahol éltek. Ahol élsz, ahol laksz, ahol dolgozol. Nagyon fontos, hogy milyen hatással tudsz lenni az emberek életére. És ez nem emberi erőködés, hanem az Úr munkája benned, és az Úr munkája általad. Kívánom, hogy legyünk a szellemiek tekintetében bölcsek, látásra rendelkező emberek, akik nem eltévednek a világban, hanem értik a dolgokat, értik az Isten szellemének munkáját, az Isten munkáját, és tudják gonosz szellemvilágnak a munkáját is, és nem bolondok, akik levagdaltatják saját magukat a balgaságuk miatt, hanem értik, hogy keskeny az út. És a kereszténység arról szól, hogy követem Jézust. Ha a kereszténységet össze kell foglalni, és a tanítványságot egy szóban, az egy szó az engedelmesség. Ez lett volna a másik predikáció, amik közül választanom kellett, de én az elsőt választottam. Áldjon meg az Úr benneteket! Pont.